pillanatokon belül. Csak az Esti Showderben megmutatjuk a Mr. Gay Hungary és a Mr. Gay Europe meleg szépségverseny győztesét, a világ legszebb meleg fiúját. Aztán, ilyet még nem láttak, a magyar bajnok meleg táncos pár. Mindez most az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, ezennel kezdetét veszi a nagy meleg show, avagy mindenki másként szereti. A színpadon a legendás showmester, avagy showlady, a Sziget Fesztivál, a Capella és meg annyi meleg rendezvény első számú sztárja, Lady Dömper! Lady Dömper a művész neved, ugye? Én a polgári nevedet nem is tudom. Érdekes Béla. Ez? Béla. Béla? Nem, de az olyan jól hangzott. Az jól hangzott, és ahogy mondtad is, tehát az teljes mértékben. Hát elég érdekes ez a toalett. Nappal is női ruhában jársz. Hogy... A bosnyákon ne keressenek a krumplist standon ebben a szerelésben. Több kolléganő van, aki esetleg próbálkozik a nappali szerkóval is. Több keresett sikerrel. Ugye, én is szoktam Ilonka néninek öltözni, édes, ugye már. Is édes, sőt, hát legutóbb ugye láthattatok a bíróságon, amit azt hiszem elég csinosan. Angela Merkelnek öltöztem. Angela Merkelnek öltöztem, igen, kicsit Tocsik Mártába csúszott át. És, hát ha annyit kasszáltál, akkor az nem olyan és, hát sajnos nem. És hát ha szabad így fogalmaznom, gyakorlatból tudom, hogy a mellek megformázása az nem mindig egyszerű. Ti ezt hogy csináljátok? Hát régen nagyon nehéz volt, mert semmi nem volt, csak lófvalom vagy kondom, és ezt vízzel megtöltöttük, és egy közönséges pagócával a nyakunkba akasztottuk, és akkor annak megvolt a maga játéka. Most az ember nagyon hevesen mozgott a színpadon, akkor Murphy törvénye szerint ez természetesen kiszakadt, és egy diszkrét tócsa keletkezett alattunk, ami nem a gyönyörnek a jele volt. Amikor úgymond civilbe mész, akkor te azok közé, a melegek közé tartozol, akiken ez nem látszik, vagy azért a figyelmes szemlélő a gesztusaidból ezt észreveheti? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát egy elég konzervatív öltözködésű 42 éves fickó vagyok. Tehát nem, ha ez most így nem is látszik, de nem, én azt gondolom, hogy nem. Az ilyesfajta showhoz, amit ti műveltek, az ének és tánc tudás is hozzátartozna. Te a szükséges elemeket autodidakta módon sajátítottad el, ne talán... Na most nekem a Premiere plusz 5 előadás az mindig ilyen iszonyú. Tehát akkor nem sok minden zavar, csak a lábam, a zene, a ritmus és a szöveg. De ez az első 5 előadásra jellemző, mert vannak ilyen apróbb koordináta zavaraim, jártam vezetni, tanulni, és elnézést a hölgyektől, de azt mondta az oktató, hogy ilyet ő még nőben sem lát. Ha kormányoztam, nem pedáloztam. Ha pedáloztam és sebességet váltottam, ment az autó egy egyenesen, mert én így néztem, hogy mit kell nyom. Valamire mindig baromért koncertek, és táncolok én ezzel, csak akkor nem tátogok. Tehát az ne, mondjuk a közönség szereti végül is, amikor kapcsolok, hogy hoppá, tátogni kell, és tehát nem, a megfelelő fázisok összehozása, hát ugye az legalább az öt előadást igényel. Egyszerűen, nem tudom, hogy a te adataid mit mondanak, de hát olyan 10% körülre tehető, amennyiben ez egyáltalán becsülhető, akik hát legalábbis ennen nemük felé kacsintanak. Én az 5-tel boldog lennék, legalábbis, hogy 5% vállalja fel a másságát, hogy több mint 20% a lakosságnak az, akinek valamilyen élménye volt ezzel kapcsolatban. Tehát nem homoszexuális, de mondjuk két fiatal embernek birkózás előtt fölállt a cerka, azt ők már homoszexuális, vagy homoerotikus élménynek tekintik. Igen. Én is emlékszem kamaszkoromból, ugye a tornaóra előtt, meg mit tudom én, hát van ilyen kis zacsizás, meg nem tudom micsoda, ami aztán nem jelenti azt, hogy kisodródunk ugye hát kinél, mondjuk a konzervatívabbnak nevezhető pályáról. Én alig vártam a tornaórát, pedig alkatomból adódó. Igen. No.
egyszer akaratomon kívül egy picit sikerült talán megbántani téged, benneteket, egy picit a Túl a barátságon című filmről, egy picit, hát ironikusan nyilatkoztam. Nem tudom, hogy a nézők emlékeznek rá a Brubeck Mountain Túl a barátságon című filmmel kapcsolatban. Sándor azt mondta, hogy hát ez borzasztó volt, amikor a kábolyok rózsaszín tangába a medvék elő füstölgő seggel ugráltak. És nem így mondtam, de hát én csak elképzeltem, én a filmet nem láttam. Hiszen a filmet nem. Jaj, mi füstöl a puskát? A film, nem, igen, nem a seggel, puszka és a rózsaszín tanga, és ugrálnak, hogy jaj, a medve. Jó, hát én csak ezt elképzeltem. Na jó, de hát kedves Dömper, ugye azért te nem véletlenül inkább női ruhába énekelsz és táncolsz, és mégsem észel kóbolynak, hát ne haragudj. De akár baromira tudnék kóboly is lenni, ha megfizették. De nem erről van szó, hanem én akkor előtte pár nappal láttam azt a filmet, és ez a film sok mindenről szól, erről egyáltalán. Jó, tehát én nem hallin... láttam, én csak elképzeltem. Igen, ezzel egy pici baj van, de hát ez se baj, hogy sztereotípia erősítő. Tehát az, mondom én ezt most női ruhába persze, megint egy ostobaság, de ugye azt mondjuk, hogy minden meleg szereti, hogyha megdugják őt. Na de akkor kidugja meg a melegeket. Nem kis dilemma. Ugye, fejtsük meg. Hát kedves Dömper, akkor anélkül, hogy egymást zavarba kívánnak hozni, azt kell mondjam, hogy elszívtuk a virtuális békepipát. Ugye ez a mondat itt ebben a kontextusban, ugye egy picit másként jelenik meg, és akkor a műsor végén még találkozunk. Még többször, mert erősen foglak ma figyelni, Sándor, és hogyha jól viselkedsz, akkor a végén azért még történik veled valami igazi. Izgatottan várom, nagyon szépen köszönöm, Lévi Dömper, köszönjük szépen, most pedig